Szeretettel köszöntöm a televízió nézőket is. Ugye ez már a harmadik alkalom, hogy történelmi tévhiteket, vagy hát mondhatjuk úgy is, hogy ha Háner Péter tanáromnak volt egy ilyen sorozata, hogy, hogy történelmi tévhitem vagy hogy biztosan tudsz mondjuk így kiegészítve a történelmről, soy már történetemről, és tudja, hogy rosszul tudod, de nagyjából ezt így fogalmazta meg és nekem volt egy ilyen sorozatom, és ennek a sorozatnak a felújított változata kerül most itt előadásra, tulajdonképpen a, a -ba. Amikor meghirdettem ezt az előadást, ahogyan Hilda is mondta, hát elég sokan ugye meghőköltek, hogy mi az, hogy nem voltak a solymáris vábok bortelmelők. Ugye hát itt több dolgot meg kell vizsgálni, és igyekszem majd minél van sűrűbben, körültekintően megvizsgálni ezt a történetet. Nagyjából az állításom az az, hogy történelmileg bizonyosan vitatható, sőt nem igazolható az, hogy a is svábok bortermelők lettek volna, de az, és ahhoz egy csónoki bácsit idézzek, aki négy évvel ezelőtt, vagy öt évvel ezelőtt készítettem interjút, hogy az a sváb nem is sváb, akinek otthon legalább egy disznója, és legalább egy hektó bora nincsen. Tehát, hogy hogy, és ezt, ezt cáfolni nem akarom és nem is tudom, de az biztos, hogy régóta az a beidegződés, hogy a is vábok, akár csak a dél, délbaranyai társaik, sváb társaik, testvéreik, az északbácskai németek, vagy éppen a, a, a mondjuk így a Zemplén megyei németek gazdag szőlőkultúrát honosítottak volna meg, és csak kizárólag ezzel foglalkoztak. Ugye nagyjából a születi bálok és az ezzel kapcsolatos ünnepek ezt szokták igazolni. A néprajzosok, és itt majd néhány előtanulmányt szeretnék majd bemutatni, a néprajzosok általában úgy szokták vizsgálni a néprajzi egységeket, tájegységeket, épületeket, gazdasági szokásokat, hogy mindig az a fontos számukra, hogy a házban zajló élet az hogyan történt, az a fontos a házban zajló élet. Most ebből a szempontból szeretnék én kiindulni, és hát ebből a szempontból szeretném fölépíteni az előadásomat, de mielőtt még részletesen rátérnénk arra, hogy milyen volt ez a Sojmár és társadalom az elmúlt 300 évben, és mivel foglalkoztak, két tanulmányt szeretnék kiemelni. Az egyik tanulmány András Falvi Bertalannak a szakdolgozata, ez 2011-ben jelent meg, ennek tulajdonképpen az a címe, és itt körbe is adom, mert nagyon érdekes, bár egyébként helyenként úgymond zavarba ejtő tanár, egy fejezet a Buda vidéki németség néprajzából, ezt körbe is adom, amelyben meghatározza azt, hogy mit jelent az, hogy Buda vidék. Tehát ez milyen néprajzi tájegység. Ezt egy együttműködési példaként hívja föl. Ő azt mondja, hogy itt egy bizonyos falvaknak a többsége, vagy bizonyos falvak kooperáltak egymással. Nagyjából megpróbáltam kiszedni az internetről, tehát ez a Szentendrétől Promontorig tartó egyik keleti szakasz az egyik része, és a másik részét a Zsámbéki medence határolja, és nagyjából, ahogy András vagy mondja, két részre lehet osztani. Van egy északi része, amelyet tulajdonképpen Óbuda, hát remélem jól mutatom, e, igen, tehát a, a Sojmári e, medence, vagy a Sojmári e, völgy határolja el, mondjuk így a János hegyel, illetőleg a Nagykopasszal együtt, tehát ez az északi része, és van egy déli része, amely tulajdonképpen a tétényi fenségig tart. Na most, ha ránézünk erre a térképre, akkor láthatjuk, hogy ennek van egy nagyon hegyvidékes és egy szakasza, és a zsámbéki medence, tehát hogy egy picikét ránézek a térképre, ha jól tudom, hogy igen, itt van Bia, tehát ez Bia egy része, ez Budaörs, és akkor ez a pátyi perbáli területek. Na most, hogy ez miért fontos? hogy azt mondja, bár én ezt nem tudtam azonosítani, hogyha van itt valaki, aki tud segíteni, annak körülnek. Az egyik határvonala a Budaörsöt és a Budakeszit összekötő Mészárosok útja. Nem tudom, tudja valaki ez, hogy az hol van, mert én ezt nem tudtam azonosítani. De az a lényeg, hogy az egy, ha az ő, a, ő által a bol területeknek azonosított részének ez az egyik határa. Na most azt mondja, hogy a különböző nem, azt mondja András Falvi, hogy a különböző nemzetiségek napjainkig, hát ezt a szakdolgozatot 1955-ben írta, megőrizték nyelvüket és sajátos szellemi kultúrájukat, de megélhetésük a táj természet és gazdasági adottságaink jog kihasználása érdekébe, és miatt már az iparba mentek. Tehát az azt jelenti, hogy volt egy régi időszak, és volt az 50-es években, amikor ő vizsgált, az ahhoz képest visszaemlékezetteknek egy 30 éves időszaka, ahol már az ipar volt a fontos. Az első az elsőképpen az, hogy Budának nem volt nagy szántóföld területe. És éppen ezért rá volt szorulva azokra a falvakra, amelyek, akik elkezdtek kofálkodással foglalkozni. Ő nagyjából úgy határozta meg, hogy voltak olyan falvak, amelyek a kis határjuk miatt kénytelenek voltak bortermeléssel foglalkozni, illetve kereskedéssel. Az egyik ilyen terület az Budaörs. Ugye ez, mondjuk így a 18. századról van szó, ez egy együttszáj szalakterkes település, amelynek olyan kis határa volt, hogy még állatokat sem tudott tartani. Most már ezt nehéz elképzelni, hogy 87 depó van ott, de ettől függetlenül az nagyobb állattartása nem volt alkalmas. Viszont mögötte voltak református fal, magyar falvak, amik ugye a török kort is túlélték, ilyen volt például a leggazdagabb tök és págy akiknek igazán jó ment a soruk abból a szempontból, hogy például, ha jól emlékszem, tökön hatalmas lótenyésztés volt, hát ezeket ők viszont nem tudták, nem akarták eladni, mert evelem nem piacra termeltek, és a itt lévő német falvak erre tulajdonképpen ráharaptak. Ezért ezt egészen a 40-es évekig tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a vasárnaponként a budaörsi piac az egy hatalmas esemény volt, és amellett, hogy akkor a Budaörsön már egy egész nagy borkultúra alakult ki, egy piacolási kultúra is kialakult, tehát gyakorlatilag egy ilyen, úgy szokták mondani a tudósok ilyen nagyon csúnya szóval, hogy kereskedelmi transfer, tehát az egyik helyről a másikra szállították, illetőleg leboltolták ezeket az eseményeket. A másik nagyon fontos dolog ezen a területen az a cseregyerek intézményéről, nem akarok sokat beszélni, de az a lényeg a dolognak, hogy a németek rá voltak szorulva a magyar szóra. Ezt meg kellett tanulni. És a 18. században kicserélték a gyerekeket, hogy egymással lehessen tanulni, viszont ugye a német egymás nyelvét meg lehessen tanulni. Ugye a magyar falvak azok nem növekedtek, mert ők egykésztek, hogy ne menjen szét a vagyon, ezért ők csak egy vagy két gyereket vállaltak. A németek viszont ugye nem így gondolkodtak, hanem több gyereket vállaltak, ergo a német falvak többen lett, tehát sokkal több ember lett kellett volna sokkal több mondjuk ilyen cseregyerek intézmény, de erre nem volt lehetőség, ezért körülbelül a 19. századra az úgynevezett kosztpénz válik, amikor a németek gyakorlatilag costpénzért adják már oda a gyerekeket, és nem kapnak vissza semmit, tehát nem azt, hogy nem kapnak vissza semmit, tehát a cseregyereket már nem kapnak. Ebben az időszakban elkezdődik a napszámosoknak a rendkívül nagy kialakulása, emiatt a túlnépesedés miatt, idézőjelben túlnépesedés miatt, de már 1873-ban is például a borászati lapok azt írja, ugye pont az Egyesül Főváros létrejöttének időpontjában, hogy hát kevésbé jó minőségű már a budai bor, már nem igazán használhatós, és Pont ezután pár évvel jön a filoxéra járvány, és az egészet tulajdonképpen tönkreteszi. tönkre teszi. A másik dolgozat, amit szeretnék említeni, az ugyanerről szól, az az internetről könnyebben letölthető, ez Muskovics Andinak, a Heimat Múzeum jelenlegi múzeológasának, néprajzosának a doktori disszertációja, amely a Buda vidéki, egész pontosan erről a dél Dél-Buda vidéki, hát úgymond bor, borászati területről szól, elemzi a présházakat, elemzi a pincéket, és egy nagyon jó és olvasmányos áttekintést ad erről az időszakról. Néhány szó erről a budai borvidékről. Most egy kicsikét tekintsünk ki erről a pár dolgokról. Azt ő is átveszi András Falvitól, hogy ez egy olyan terület, ahol a falvak egymással kooperálnak. És ez határozza meg a gazdaságukat is. Magyarul ez Budának a kiszolgáló területe, hogy ez a millimári körzet, így is szokták nevezni. Sok városnak van ilyen, Székesfehérvárnak is volt, sőt Pozsonynak is ugyanilyen sváb gyűrűje volt, aztán később ez lett a kunyere. Ha a középkorba, akkor azt láthatjuk, hogy azért itt jelentős volt a borászat, ugye Zsámbékon, Budakeszén, Boros jenőn, rengeteg ilyen bor voltak, vagy hát születőkék voltak. Van feljegyzésünk arról, hogy 1339-ben Buda Telkén, Pátyon vannak nagy számban szőlők jelen. Az viszont egy hülyeség, és szintén egyébként száfolni lehet, hogy a török korban ez kihal, mert hogy a muszlimok nem isznak bort. Valóban a muszlimok nem fogyatlanak alkohol, de a török korban a boradó az egy nagyon fontos adó volt. És például van olyan feljegyzés, hogy tökön, 1562-ben 1500 pint most tizedet említenek, és még 30 évvel később is, a 15 éves háború idején is 540 pint adó volt még ekkor a boradó. Valóban a musztimok nem fogyasztottak szőlőt, illetve a szörből készült, akkor tartom terméket, viszont pekmezt azt igen. Nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy mi az a pekmez. Ez egy. Ilyen, ö, ö, ilyen mézszerű valami, tehát hogy ilyen mustból készült méz tulajdonképpen, és ezt garmadával fogyasztották. Tehát ez azt jelentette, hogy ezen a területen mindig megmaradt a szőlőművelés, csak természetesen az elnéptelendés miatt ez visszaszorult. Alig 90 év telik el, és van már fejezésünk, hogy zsámbékon vannak szőlők, igényes szőlők, ráadásul jó minőségi szőlők, és közvetlenül Buda visszafoglalása után már arról is van tudósítás, hogy tulajdonképpen a Gellért hegytől egészen a Sashegyen keresztül, ugye itt lehet látni, ez még 20. századé, vagy a Sashegyen keresztül egészen Buda őrség, elég jelentős szőlőművelésre utaló jelek vannak, hát szőlőtőkék vannak. Viszont a Rákóczi féle szabadságharc felkerés az egészet derékba töri, és utána a telepítések időszakában, amikor magyarokat, szlovákokat és ugye legtöbb többségünkben németeket telepítenek erre a területre, ők kezdik meg a szőlőművelést, de nem azon nyomban. Tehát ez egy kvázi, ez is egy ilyen téveszme, azért, mert a földes urak ugyan valóban adókedvezménnyel illetik azokat, akik szőlőművelésbe kezdenek, de mivel hogy a szőlők telepítése ebben az időszakban, az, ebben az időszakban is elég sokáig tart, és még a háborúk miatt, a folyamatos vándorlások miatt, a pestis miatt, a kolera miatt, ez még nem biztos az itteni letelepedés, ezért ez még nem indul meg. Tehát például 1725 és 26 ban Zsámbékon 42 német családból csak 8 vödör, mondhatjuk, hogy ez mennyi, ez 4 hektoliter, tehát 4 hektoliter bor adó érkezett ebben az időszakban. tulajdonképpen, és ezt Andi is leszögezi, és én is el fogom még többször mondani Sojmára kapcsolatban, a zsellér az, ami meghatározza tulajdonképpen a borászat felé való tekintés. Ugye a zsellérek az nem az, azt szokták mondani, hogy, hogy föld nélküli parasztok, ami nem, azt jelenti, hogy nem volt nekik földjük, hanem pont az ellenkezőleg volt nekik szőlőjük, tehát borászattal foglalkoznak, és később a 19. század formulóján pontosan ez lesz az, amit majd egy földes úr, akit említeni fogok, ki fog használni, és ez lesz változás Sojmának az életében is. Uh, még annyit szeretnék itt elmondani ezzel az egész uh, nagy történettel kapcsolatban, hogy azt lehet látni, hogy hát átmegyünk Budaörsre, de a legjobban Budajenőre egyébként, hogy ott milyen nagy jelentőségű volt ennek a borászatnak a, a, a fejlődése, illetve milyen nagy jelentőségű volt a, sző, a, pince, a pincéknek a kiépítése is. Többfajta pincék vannak, lyukpincék vannak, fölbevált pincék vannak, présházak vannak, ezt ugye nem véletlenül nem találhatjuk meg egyébként e, Sojmáron, és nem véletlen, hogy megtalálhatjuk Mert Ezeknek a területeknek a, a jellegzetessége sokkal előnyösebb volt a bortermelésre. Még akkor is tudták ezt folytani, amikor, folytatni, amikor például a 19. század közepén az egyik nagy sok erre a területre az az volt, hogy az alföldi borok, azok kiszorították Pestről a budai borokat. És akkor például a... Bocsánat. Ez a 19. század közepén körülbelül. Ilyen 1850-es, 60-as években kezdődik. A és a ut... filoxéra előtt, és amikor a filoxéra, közvetlenül a filoxéra előtt is már a Buda borai, a saját boraiknak a nagy, egy jelentős többségét például a bányász falvakba szállítják, tehát dorogra, nem csak a budai piacokra. No, tehát ez körülbelül akkor van. <kül> Igen, Magda Pál volt, aki 1819-ben még azt írta, a borvidék megjelenzése nélkül, hogy jeles és híres termése van a budai veresbornak, mert igazán jó ízű is. Csak feltetjük a kérdést, hogy Sojmárnak ugye mi volt ebben a szerepe. Ugye nagyon hasonlatos, hogyha ránézzük ezt a modellt, ezt a dél-budai <coughs> dél modellt, mondjuk így az északi részre. Ugye van egy elosztó falu, Budaörs. Van körülötte termelő falvak. Budaörs a tranzit, ami beszállítja nem csak a saját borát, de mondjuk a lovakat, szénát, állatokat is a budai piacra. Itt fent a, a mi részünkön tulajdonképpen ránézünk a térképre, akkor éppen már nem találjuk ebbe, mert a fő úton egy másik falu van, az Pilisvörösvár. A vörös ráadásul már a 19. század végén, a 20. század elején kialakult ez a parasztpolgársága, sikerült neki is összegyűjteni a, a környező falvaknak a, a, az áruit, és az egészet ugye elszívta Óbudának a, a területe, illetve Óbudának a piacai amely azért is volt jelentős, mert, ö, e, mármint azért is volt jelentős, mert ott ment át a Bécsi út. Nagyon érdekes, hogy a 18. századi térképeken, amit fönn az interneten is meg lehet találni, a Bécsi utat még nem Bécsi útnak, hanem Pressborger strasse tehát Pozsonyi útnak nevezik. Tehát ez sokszor változott is, hogy milyen, hogy ez a postaút, ez honnan indul, meg hová tér el. De nagyjából egyébként Vörösvár látta el ezt a funkciót, és Soymárnak ez a területi része, ez, ez, mondjuk így egy picikét háttérbe szorult. Na most vizsgáljuk meg akkor Sojmárt. Legelőször a betelepítés korszak, ugye ez számunkra a legfontosabb, és itt próbálom meg elmondani, hogy mennyire foglalkoztak borral, milyen adataink vannak. Ugye nagyon sok forrásunk elveszett a 18. században, illetve a 19. század első felében, de ettől függetlenül azért még lehet rekonstruálni, hogy a, mivel foglalkoztak. Ugye a 18.-19. század, először, el, bocsánat, tehát a 18. században az első telepítés, az ugye rác lakossággal lesz először feltöltve. Na most ugye kik voltak a rácok? A rácok az 1680-as években katonáskodással foglalkoztak, vagy valamelyik pátriárkájukkal, bosznia hercegovina területéről, illetve a Duna, Duna, vonzás körzetében felfelé vándoroltak, és hát ugye körülbelül a 1700-as évek elején telepedtek le Sojmáron. Nagyon fontos azt mondani, hogy ők nem szerbek voltak. Ez különbség is a csobánkai pomázi, illetve szentendrei délszlávokkal, ugyanis a sojmári rácok katolikusok voltak. Amikor van egy ilyen forrásunk, hogy 1719-ben volt az utolsó Illír szolnoklat, hát ez is jelzi, hogy a Illíri az a mai isztoria területének a részét képezi, tehát ők horvátok voltak, valószínűleg horvát nyelvjárást is beszéltek, és hát ugye a fennmaradt neveink, mint például a sokác, ugye azért az, az, azért azt mutatja, hogy tulajdonképpen a már első lakói, azok igazából katolikus horvátok, vagy sokácok lehettek, ami nagyjából a katolikus bosnyákokat takarja. 1703-as az első dikális összeírásunk, a településen borzasztó nagy állatállomány van, ez is jelzi, hogy a, 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 rácok azok többségében a magyarokkal együtt egyébként ő, ekkoriban pásztornépek voltak, nagyon nagy fokú volt ebben az időszakban még a vándorlás, és Solymáron 92 és fél pozsonyi mérő búza mellett 55 mérő álpa és 10 mérő zab gabonya mennyiség termet, ez nagyon-nagyon kevésnek számított, tehát egy pozsonyi mérő az 62,4 62 liter egy, egy ilyen kell elképzelni. Hát, ha az összességében veszünk, akkor erre a határa ez még egy nagyon sovány. Viszont lova kevés lova kevés embernek volt, de tehene, fejös tehene, illetve hámos ökrön, viszont meg rengetegnek, majdnem minden családnak, hámos ökrön 42 volt az ebbe az időszakban, tehát azt lehet mondani, hogy itt állattenyésztéssel foglalkoznak a kezdeti időszakban. a Cservenyi Magdolnának a szakdolgozatában lehet olvasni, aki szintén megerősíti ezt, hogy kevés határa rendelkezik ekkor a falu, ugye a határt akkoriban a mezőgazdaságilag műve területet kell érteni rajta. Eltelik pár év, 1710-ben némileg módosult ez, egyébként hozzáteszem, hogy az 1710-es összeírásra oda van írva, hogy a falu kerek pontosan 11 évvel korábban népesült be, tehát ez azt jelenti, hogy 1700 vagy 1699-re lehet taksálni tulajdonképpen a pontos betelepítését Solymárnak. Hatalmas erdőség van, összesen 18 rác, három magyar és három sváb család lakik ezen a területen, 200 holt szántóföld van, 30 kocsi szénát tud a rétből előállítani, a rétéből előállítani, és 30 forint ki bevételű bor kimérése volt. Tehát itt az első jel, hogy megjelenik a borászat e, solymáron. 1714 az az időszak, amikor nagyjából megkezdődik az állattartásnak a visszaszorulása megháromszorozik a gabonának a termelése. Ennek két jelentése van, megjelennek tömegében a németek, illetve egy új gazdasági irányítás kerül a, a, a faluba. Ugye ne felejtsük el, hogy ez az egész a Rákóczi a Rákóczi felkelésnek a, az idejét takarja. Tehát itt egy borzasztóan hektikus időszak még Pest megyében is. Üh, viszont ebben az időszakban kijelölik az új határokat, és a legjobb példa erre hogy a falusiasodás megindul, hogy van adatunk arra, hogy ki volt a leggazdagabb ember. Őt egy Csulics Miklósnak nevezték, és 16 ezer földje volt, és azt is tudjuk pontosan, illetve hát nem pontosan, több feljegyzésünk is van róla a következő évekből, hogy körülbelül olyan 60 és 250 négyszögölnyi közötti terület az, amit ő borászatra használ, tehát szőlőművelésre használ. hogy ezt megnézzük, ez egy borzasztóan kevés, még a leggazdagabb embertől is. Csak négy emberről tudunk egyébként, akinek ekkoriban szőlőművelése lett volna. Nézzük az 1720-as éveket. Itt 34 háztartás, 1720-as években szintén tovább nő egyébként Solymának a népessége. Ez is egy előadást megérne, hogy a betelepítés időpontját, azt mindig 1710-re rakjuk. Na most, ugye az 1725 és 28 között 34 háztartásból 62 háztartás lesz. Tehát itt lehet látni, hogy itt egy pár év alatt gyakorlatilag ugrásszerűen megnő solymának a népessége. És ez valószínűleg azt jelenti, hogy ekkor érkeznek igazából a németek többségébe. Igaz, hogy a jó család már tényleg 1703-ban itt van, de 3-4 család tengődik itt gyakorlatilag 20 éven keresztül, hogy hirtelen egyszerre sokan érkeznek. Annyian, hogy ugye abszolút asszimilálják az itt lévő, majdnem szerbeket mondtam, rác lakosságot, és gyakorlatilag átállnak egy másik gazdaság. Az állatállomány az teljes egészében megszűnik, és a húzó ágazat a búzó termesztés lesz. Tehát, hogy itt megint egy, egy váltás van. 269 mérőről 457 mérőre emelkedik, tehát ez is látja, látszódik, hogy itt egy közösség kezd kiépülni. A bortermelésről ebben egyébként kevés adatunk van, annyit tudunk, hogy a 34 háztartásban, 1722-es az adat, a 34 háztartásból csak 7 akó bor most ugye a levegőbe beszélek, mert mennyi egy akó. Na most ez is egy ilyen furcsa, mert ugye létezett budai akó, meg létezett bécsi akó is, a budai akó az 53 liter volt, a bécsi az 58 liter. Most legyünk egy kicsit engedékenyek ha számolunk az 58 literrel, akkor az körülbelül 410-406 liter az egész falura nézve. Ezt elosztjuk 34 háztartással, akkor az azt lehet mondani, hogy egy ilyen 60 literes lábossal teli bort termelnek gyakorlatilag ekkoriban a, a solymári svábok. Hát ugye 1725-re ez azért emelkedik, itt már 18 akkorról van szó, és az 1728-as regnikorális összeírás, ez szintén fönn van az interneten, meg lehet nézni, egészen pontosan felsorolja, hogy Milpech Miklós, Tetrer András, Herrer János, Scheininger Mátyás, Pelc János, Selder Mihály és Taller György rendelkezett szőlőterülettel Sojmáron kívül is, legfőképpen boros Jenőn. Tehát azt lehet mondani, hogy ők azok, és így is fogalmaznak, nagyobb körültekintéssel foglalkoznak a borászattal. Viszont ez nagyon kicsi. És miért lehetett valamilyen kicsi? Ugye viszonylag elég szegény volt ebben az időszakban ez a terület, még van olyan jellemzése is a Pilis környéki régiónak, hogy az itteni németek koldusbotra élnek, és csak évek alatt tudják felépíteni házaikat. Ami nagyon érdekes, és meg szerettem volna mutatni, az ugye a, a borászaton a legalkalmasabb terület, azok mindig általá, vagy általában a, a déli fekvésű területek. Na most ugye Solymán az meglehetősen kevés déli fekvésű ami a Pilisboros Jenőnek ez a mostani Kálvária része, ez egy ilyen nagyon jó bortenő terület, és van egy olyan eset, hogy az 1810-es években kicsit összekaptunk hidegúttal, volt egy kis határvitánk. Na ezt nagyon gyorsan elhesegették, és hál' Istennek erről sok térkép készült. Az egyik térkép az ez. Itt ezen csak ennyi látszik Sojmán határáról, de például az nagyon jól látszik, hogy a hidegútnak ez a Vöröskővár felé néző része, ez a nagy fehér, ez mind szőlő terület. Itt lehet látni, hogy mind szőlő terület. És az a vicces, és most egy pillanatig lehet, hogy leállok, mert meg kell keresnem, az a vicces, hogy a 18. században egyetlen egy összeíráson szerepel egy solymári ember, akinek egész pontosan az a neve, hogy Herbert Johann Valentin 35-ben volt egyébként solymári lakos, és azt lehet róla tudni, hogy ő az egyetlen, akiről följegyezték, hogy vincellér volt. Ez később is így van. Na most azt is lehet róla tudni, hogy neki a földjei itt vannak. Valószínűleg pár évig élt Solymáron, mert ide házasodott a, a lánya, vincellérként dolgozott, de tulajdonképpen a földjeinek a nagy része az nem Solymáron volt, hanem inkább más falvakban, egész pontosan ugye hidegúton.